Hát, hello mindenkinek! Itt vagyok bent anyósommal Szekszárdon, ketten. A gyermekvigyázás biztosított, úgyhogy eljöttünk, mert nekem ilyen terheléses vércukorvizsgálatom van. Most léptem bele a 25. hetembe, és tudjátok, ilyenkor aktuális, és annyira komfortérzetem van, mert most ettem meg az ebédemet, igaz, még csak 11 óra van, de muszáj volt egyek, mert ugye tegnap este óta nem ehettem. Éjgyomri ez a vizsgálat, három körös, és háromszor vesznek vért, úgyhogy gondolhatjátok, egy kicsit zizgős voltam, és egy-egy óra telik el ugye a vizsgálatok között. Na, és ebben az egy órában, az első egy órámban elmentem a Hádába, és cipőket vásároltam. Ezeket most hazamegyek, szerintem átforgatom a mosógépben, főleg a dorkókat, mert rájuk fér. Viszont megmutatom nektek, hogy nem is tudom hány pár cipőt vettem, nem volt kevés, 5-6 pár cipő, majd az árát is meghalljátok, de először az eredeti árat fogom nektek elmondani minden cipőről, és utána elmesélem, hogy mennyiért sikerült hozzájuk jutnom, hogy aki okoskodik, meg mit tudom én, nem elégedett, vagy mit tudom én, nem fogadja el, hogy én nagyon szeretem a használt ruhákat, őnek is most megmutatnám, hogy mennyi pénzt tudok azzal spórolni, hogy ott vásárolok, amikor árucsere van pont, tehát ma ugye keddi nap van, és ma van árucsere, és olyan cuccok vannak, hogy durva, most mondjuk szépen, és most a mai napon 1800 forint egy kiló ruházat, ha cipőt veszel, az 2000, de olyan cipők, amik Vans, Tom Taylor, Converse, Nike, Adidas, Puma, tehát ezek a márkák, elsősorban aztán van Zarás, F&F-es, Primarkos, lehet válogatni, és valahogy mindig olyan cipők vannak számomra, hiszem, odakészítve, amik pont otthon elkoptak, elfogytak, kinőtték a gyerekek, tehát pont olyan dolgok, amikre szükségünk van, egy szó, mint száz. Tartsatok velem ma is, ez egy ilyen rövid kis cipő bemutató lesz, mert azért ahhoz képest nem sokat vettem, de egy jó pár párral hazahoztam. Úgyhogy mondom, most majd hazamegyünk anyósommal, csak beugrott a festékboltba, mert ők most újítják kívülről a kis nagy házikójukat, úgyhogy most kevertett valami szép betonfestéket. Én meg addig itt várakozok az autóba, csak gondoltam, beköszönök, elmondom nektek, hogy ez a helyzet. Nagyon fáradt vagyok, 7 óra 30-ra jöttünk be, akkor volt az első kör, és hát nem tudom, valahogy fogok aludni, majd megoldom. Kértem a gyerekvigyázót, hogy a Kornélt se altassa, úgyhogy feladtam neki is a feladatot, éppen azért, hogy tudjak vele egyet aludni, mielőtt elmegyek majd a gyerekekért az óviba, meg a suliba. Úgyhogy tartsatok velem, én szerintem ebből a videóból egy kis vlogot csinálok, napi vlogot, majd meglátjuk, hogy meddig jutok el vele. Remélem, nektek is szépen telik az új hét, szép napjaitok vannak. Itt egész napsütéses most az idő, hát annyi, hogy milyen rossz a fény, most látom mekkora, még amúgy is nagy orrom van, de még a fény rá segít. Tehát ilyenkor érdemes egy kicsit kiruccanni, nagyon szép, tényleg egy felhő nincs az égen. Most ezt a 19-20 fokot még kihasználjuk, aztán láttam pont húsvétra jön a rossz idő, meg a hideg front, de hétvégére is tartogatok nektek valamit, úgyhogy mindenképp maradjatok velünk, megéri, és játszatok! Hát megy a húsvéti nyereményjáték az Insta oldalamon, el is felejtettem mondani, gyertek, nézzetek be hozzám Instára, de itt a közösségi oldalamon is dobtam nektek egy linket, és ha már itt vagyok, és itt szorongatom a kezembe, megmutatom, ha jó áron szeretnétek, nagyon jó lábsprét, nem lábsprét, cipősprét, akkor ilyet vegyetek a Rossmanbe, vagy a DM-ben is van, Fuswool Shoe Deodorant, ugye azért mutatja így fordítva nektek a kamera most, mert ez egy selfie kamera, előlapi kamera, de úgy amúgy egy nagyon jó kis dezodor, és cipő dezodor, semlegesíti a szagokat, egy friss, ápolt illatot ad a cipőn belsejének, és nagyon sokáig elég relatív, 450 forintocskáért, úgyhogy én ajánlom nektek tényleg szeretettel, de most már gyertek, menjünk haza, kicsit lepihenek, tartsatok velem!
közben hazaértem, átöltöztem, kicsit kipihentem magam, elmentem a gyerekekért oviba, suliba, úgyhogy megmutatom nektek, hogy milyen cipőket vettem. Maradjatok velem, remélem, hogy tetszeni fog nektek, és először mindegyiknek a teljes árát mondom, minthogyha újonnan vásárolnám meg. Nyilván ezek használt, jó állapotú cipők, és utána megmondom, hogy cakumpak az egész mennyibe került nekem. Akkor kezdem is, jó? Ez az első cipő, ez egy, képzeljétek el, igazi bőr Bugatti férfi cipő. Egy picikét széthúztam, szétnyitottam az üzletben, azért ilyen kacska most a cipőfűzője, de amúgy nagyon szép állapotú, én szerintem. Majd egy kis tisztításra szorul, de amúgy nézzétek meg, eredeti Bugatti 45-ös férfi cipő, mondom, itt majd a tetején megigazítom. Joe nagyon szereti az elegáns cipőket, úgyhogy én szerintem ez ilyen 1-2 évre tutira jó lesz neki, szép farmerral, vagy egy világosabb pantallóval, a nyára is abszolút tökéletes. Következő az egy, bocsánat, csak csusszantam egyet a padlón, az egy sima ilyen Vans dorkó, ezt magamnak vettem, ugyanis ugye az én lábam is elég nagy, 41-42-es méreteket hordok, és mindig is vágytam egy ilyen Vans dorkóra. Egyik barátnőm mondta, hogy nem kell feltétlenül azt figyelni ilyenkor, hogy férfi vagy női, teljesen unisexként is lehet használni ezeket a dorkókat, és én is így vagyok vele. Én ezt még farmer szoknyához is fel fogom venni, szerintem egész jól néz ki, kényelmes, épp, nagyon-nagyon jó kis darab. Majd itt a kis fehér vonalat egy picit le fogom még sikálni szivacsal, ezek mosás után vannak, amik moshatóak, azokat kimostam a mosógépbe, de ugyanúgy nagyon szép állapotú, nagyon tetszik, mindig is mondom, vágytam egy Vans-re, úgyhogy most megadatott. Aztán itt van egy nagyon szép, kis elegantos, őt is majd egy picikét elsikálom, mert nagyon poros volt, egy elegantos kis balerina cipő, feketém nincsen, mert amin volt, azt elajándékoztam, úgyhogy most beújítottam egy kicsit. Aztán itt van Rózinak egy nagyon szuper állapotú Adidas cipő. Ő most nagyon szereti az ilyen platformos cuccokat, úgyhogy kapóra jött ez a cipő, 36-os, az ő mérete 35-ös, úgyhogy egy számmal még nagyobb is. Nagyon-nagyon örültem neki, hogy ráleltem, ő is nagyon boldog, nagyon tetszik neki, nagyon szereti. Befutott Joe is, akivel egyik nap live-on is fogunk. Ígéretet tett nekem, úgyhogy folytatjuk a live-os vonalat. Vissza a cipős vonalra, ezt pedig Ábrisnak vettem, ez egy Vans cipő, ez is jó állapotban van, viszont ennek is itt ezt a kis fehér vonalat, ezt vonalát meg kell sikálnom majd szivacsal, amúgy semmi gond nincsen vele, cipőfűzőjét én lazítottam, kimondom azért, mert vizes, aztán már elkezdtem őket szárítani. Senki nem ette meg a Daimos tortát, van még belőle egy falat neked. Még milyen szerencsé, hogy tegnap vettük, vagy tegnap előtt. Ez nincs megéve. Sorry, mert... Ezért dolgozok? Direkt neked mentettem meg. Ja, értem. Megtisztelve érzem magam. Bocsi. Ja, hát az árak lemaradtak, kérem, úgyhogy gyorsan mondom. Az első cipő, amit bemutattam, a Bugatti cipő volt, Joe. Újonnan 25 és 29 ezer forint között van. Ez a fajta, ez egy valódi bőrcipő, fullosan. És hát én majd mindjárt megtudjátok, mennyiért vettem cakumpak az egészet, ugyanis ugye kilós a háda, és nem tudok darabszámot mondani, csak ha visszaosztom és kiszámolom. Közben jönnek be mindjárt a gyerekek, úgyhogy lehet lesz egy kis hangzavar. Aztán a második, az én Vans cipőm, az ilyen 18 és 20 ezer forint között van újonnan. A harmadik, mit is mutattam be harmadszorra? Igen, az én kis fekete tutyimat, balerina cipőmet, az ilyen 5 és 7 ezer forint között van az interneten, kicsit nehézkes volt megtalálni, mert ez egy olyan márka, ami nem ismert idehaza, csak a használt ruha üzletekben, egy angol cipőről van szó, cipőmárkáról. Aztán Rózinak az Adidas cipőjét megnéztem, az 15 és 20 ezer forint között van újonnan, és végül, de nem utolsó sorban, Ábris Vans cipője 14-15 ezer forint. Hát számoljátok ki, amiket mondtam, egy pillanat, Ábris egy pillanat, és én összesen 6090 forintot fizettem az egészért, azaz 6100 forintba került nekem az egész, és 5 darab cipőt vettem. Úgyhogy vissza lehet osztani. Hát, hogyha jól számolom, akkor ugye, akkor 1200, kicsit több, mint 1200 forint volt egy darab cipő,
Szerintem nem ciki turiba járni, és ilyen jó minőségű szuper cipőket hazahozni, és a gyerekeimet ilyenbe járatni, meg a családomat, férjemet, magamat. Úgyhogy szerintem jó vásár volt, nem? Írjátok meg, mit gondoltok róla. Na, menjünk tovább. És tudjátok, hogy múltkor ígértem, hogy el fogok nektek mesélni valamit, egy újdonságot az életemben, ami egy pár héttel ezelőtt kezdődött és történt velem, és amiért nagyon hálás is vagyok. Képzeljétek el, kaptam egy felkérést arra, hogy egy használt ruha üzletnek, de nagyon szuper és minőségi használt ruha üzletnek Budapesten legyek az egyik ilyen kis netes karbantartója az egyik oldaluknak, és én ezért nagyon hálás vagyok, megmondom őszintén, mert abszolút egy testhez álló munka, és én nagyon drukkolok azért is, hogy elinduljon, hogy menjen, ez viszonylag egy új kezdeményezés, és egy nagyon-nagyon szuper oldal, és ajánlom is a figyelmetekbe, ez nem más, mint a Green Drobe Budapest, amit ide fogok majd a videó alá nektek linkelni, és szeretnék nektek bemutatni 3 ruhadarabot, amit én is ilyen promóba kaptam, hogy megmutassam nektek, és hogy viseljem, és szeressem, ugyanis mind a 3 abszolút az én stílusom, illetve amit nem tudok megmutatni, az Ábrisnak egy kis kabát, ennek van egy története, a Pepkóba egy másfél-két hónappal ezelőtt a Danikának, annyi talán még nincs 2 hónap, de egy másfél hónapja, vettünk egy tavaszi jackit, egy bomber jackit. Tudjátok, most nagy divat a gyerekek körében is, és az a lényeg, hogy Ábrisnak nem találtam a méretében, és ezért hát ő neki nem vettem olyan hűde óriásit, nem szerettem volna, mert azt idén nem tudná hordani. És az a lényeg, hogy annyira megbántódott amiatt, hogy neki nem volt olyan a méretében, hogy azóta azzal lekézett, hogy neki mennyire kell egy ilyen kabát vagy jacky. És képzeljétek el, a Green Drobe-nak az oldalán pont Ábris méretében pont egy darab ott volt, és annyira megörültem neki, úgyhogy ezt is gyorsan megrendeltem, és ami a legeslegjobb, hogy viszonylag hamar megérkezett hozzám GLS-en keresztül, az egész országban van házhoz szállítás, és folyamatosan töltjük fel az árukészletet, megnézhetitek a webshopot is, szinte napi szinten kerülnek fel a szebbnél szebb női ruhák, gyermekruhák és kiegészítők, és ez csak bővül, mert nagyon-nagyon sok ruci van, és majd meglátjátok, hogy milyen jó áron is vannak, úgyhogy remélem, hogy eléggé kedvet kaptatok ahhoz, hogy nézelődjetek. Még egyszer, itt van a videó alatt a link, ide lehet klikkelni, lehet tőlem is információt kérni Instagramon, és nagyon szívesen válaszolok a kérdéseitekre, kéréseitekre, és szívből ajánlom az új munkahelyemet nektek, keressetek tényleg bizalommal, vagy engem, vagy az egyik kolléginámat, és hát akkor nézzétek meg a ruhákat, amiket kaptam tőlük ajándékba. Na, lássuk azokat a szép rucikat, idehoztam a kamerát, mert itt egész jó még a fény, mert már mindjárt este 7 óra van, 3-7, és ez amúgy mielőtt nem mondanám meg, és kérdeznétek, ez egy C-undás stretch ruha, egy Jessica ruha, XL-es méret, ugye C-undában elég nagyok az XL-es méretek, és most, hogy kismama vagyok, most kifejezetten szeretem ezt a rucit, most vettem elő, tavaly előtt vettem a nyáron, még így is egy picit bő, látjátok, hát azért nem vagyok ekkora darab, de azért már kis darab sem vagyok, úgyhogy ez egy ilyen nagyon aranyos kis pöttyös ruha, nem tudom, hogy fogom-e hordani majd máshova, idehazára ideális, teljesen jó, hossza is jó, mert egy picit tért fölött ér, és én nem szeretem az ilyen nagyon hosszú rucikat mostanában, hogy ugye nagy a pocakom a baba miatt. Hogyha megszülök, utána fogok sok maxi ruhát is hordani, meg nyilván most majd meglátjátok, hogy miért vettem. Tehát nagyon szeretem, kényelmes, itthonra tökéletes, nem fázom benne, mert ugye ide bent azért elég jó idő van. De most akkor mutatom azt a 3 rucit. Ne haragudjatok, de egy gyűrött, mert az egy farmerruha, és még nem vasaltam ki, mert nem volt rá időm, de azt is most megmutatom nektek gyorsan. Na hát ezt nem gondoltam volna, ez igazából nem egy ruha, hanem ez egy overall, és nem tudom, hogy fogom-e utcára hordani, mert nekem ilyen még sosem volt, és eléggé nagy darabnak tűnök benne,
Úgyhogy lehet, hogy ez is ilyen itthoni lesz. Most lehajtottam itt a melltartó pántomat, hogy ne logjon bele az a pink pánt a képbe. És ami nagyon fura nekem, az ez a része, látjátok, ilyen csillagformája van ennek az overának. Tudom, hogy létezik ilyen szabás, mert én is dolgoztam a divat szakmában, és voltak ilyen overálok abban a divatüzletben, ahol voltam. De nem tudom, hogy nekem mennyire áll jól, hogyha szoknya lenne, és egy kicsikét jobban, szabadabban lengedezne, akkor szerintem jobban állna, de mivel gatyó, most nem tudom mennyire látszik, ilyen hosszú ülepű, vagy bő ülepű gatya, nem biztos, hogy ez így az én stílusom. Meglátjuk, írjátok meg, hogy jól áll-e, vagy nem áll-e jól. Szerintem én úgy gondolom, hogy nem áll annyira előnyösen. Mondom, ha tudtam volna, hogy overall, lehet, hogy nem ezt választom, de nagyon, nagyon szép a színe, tehát azt el akartam kiukadni, hogy viszont a színe az 10-ből 11-es a szememben, és nagyon tetszik, úgyhogy mindenképp hordom, és hogyha visszafogyok majd arra a súlyra, ami az álomsúlyom, és ami elérhető számomra, ennyi szülés után, akkor lehet, hogy fogom az utcára is hordani. Tényleg írjátok meg, hogy ti hordanátok-e a helyemben az utcára. Nyilván, hogyha azt írjátok, hogy igen, és hordjam, de tényleg őszintén írjátok meg, nem lesz harag, akkor valami olyan kiegészítőt, akár egy ilyen bohó fülbevalót, vagy valamit fogok hozzá választani, ami csini, olyan táskát például ehhez, nagyon el tudom képzelni Vizsi Diánának a táskáját, amit kaptam tőle. Itt van, idehozom egy pillanat. Na itt vagyok, ugye ezzel a kis táskával simán elbírnám képzelni, rózsaszín fülivel, meg mondjuk egy dorkó valami rózsaszín, vagy fehér, vagy van egy fehér Converse cipő, mazzal, vagy akár feketével. Nyilván azért odafigyelek, hogy a táska meg a cipő annyira ne üssenek el egymástól, ha nem muszáj. De mondom, én nem tudom eldönteni, csajok, hogy ez mennyire jó így kismamaként nekem. Bocsánat, csak nyitva van az ablak, aztán ugye főúton rakunk, itt mennek a kamionok jobbra-balra. Úgyhogy ha azt írjátok, hogy nem, akkor sincs harag, akkor elrakom és hordom itthon. De minden esetre gyönyörű és nagyon tetszik, és olyan, mint hogyha semmi nem lenne rajtam olyan kényelmes. Bocsánat. Úgyhogy semmiképp sem fogok rajta túladni, mert vagy továbbadni, mert nagyon király. És úgy amúgy, hogyha így csinálok, mint hogyha zseb lenne, így betűröm, és lehet, hogy azért is csináltak ilyenre, hogy így betűrhető legyen, akkor még egy fokkal jobban is néz ki. De nem szeretnék tényleg ilyen, nem tudom, egy darab hústoronynak tűnni benne. Írjátok meg kommentben, hogy ti mit gondoltok róla, jó? Na hát igen, erről beszéltem, ő a farmerruha, amit nagyon sürgősen ki kell majd vasaljak. A világos kék farmerruci a mindenem, tehát nagyon szeretem a farmer egyberuhát és a világos kék farmer jacket. És most láttam, hogy lesz a Lidl-ben, vagy lehet, hogy már van is 3900-ért, úgyhogy nagyon szeretnék a méretemben találni világos kékben. De visszakanyarodva ide, ezt is most kaptam a Grindrop Budapesttől. Minden minőségi márkás ruci. Most tekintsetek el attól, hogy nem vasaltam ki, tényleg nem volt időm. Ez egy hosszú lyú, viszonylag számomra rövid farmer ruci. Ez is tért fölött ér, viszont látjátok a különbséget? Tehát ez itt fel van, ugye nem fel van sliccelve, hanem mivel ez egy gombos farmer ruha, ezért így szétáll, hogyha már egy kicsit széthúzom a lábaimat. Nagyon szexi, és így is lehetne hordani tornacipővel, dorkóval, akár magas talpú platform szandállal is, vagy akár mivel ami jól áll, piros táska, piros cipő, piros kiegészítő. Viszont én ehhez fogok venni szerintem, van ez a biciklis nadrág, ez a csinos, a kikbe szoktam venni. Olyan biciklis nadrágot feketébe, fehérben, vagy esetleg világos rózsaszínben, aminek csipkés itt az alja. Egy olyanra be fogok nevezni idén is, mert ehhez kell, ehhez a rucihoz, azért ezt nem lehet most így kismamaként így hordani, mert kicsit muris lenne, de minden esetre nagyon elégedett vagyok vele, szerintem jól áll, tehát az én stílusom, én ebben jól érzem magam, és tuti, hogyha egy kicsit melegebb nap van, melegebb idő, akkor tuti, hogy ilyen háromnegyedes ujjat fogok a ruhából kreálni, ja, látom, itt van gomb is, meg fel is tudom itt hajtani, ja, van ilyen kis vigyula hozzá, de most nem szenvedek vele. Szerintetek milyen ez a ruci? Nekem nagyon tetszik.
jó nagy a pocakom benne, de nem zavar egyáltalán, sőt, nagyon örülök neki. Úgyhogy igen, ő a második ruha, amit sürgősen ki fogok vasalni. Ez amúgy egy L-es méret, úgyhogy nagyon büszke vagyok magamra, hogy feljött rám egy L-es farmer ruha. És akkor megérkezett az én abszolút kedvencem, ugyanis biztos már észrevettétek, hogy nagyon szeretem az élénk színeket, a mintákat, a virágokat. Na ez pont egy olyan ruha, és Instán meg is osztottam meg a Facebook oldalamon is egy képet, ahogy ebben feszítek éppen. És azt kell, hogy mondjam, egy nagyon kényelmes ruháról van szó, mini ruha. Nagyon fölveszi az idomaimat, és nagyon látszódnak is. Viszont a múltkor is egy blazer volt fölöttem, mert egy, hogy hideg volt, egy, hogy, vagy kettő, hogy azért nem akartam így a csupasz énemet mutogatni, ami nem csupasz nyilván, de nagyon feszül a ruci. Ez inkább egy szülés utáni hasleszorítós fehér neművel hordandó ruci, de én szerintem kismamaként is megállja a helyét kismama ruhaként. Ehhez is fogok keríteni szerintem a kékbe, mert ott láttam ilyen csipkés biciklis nadrágot. Én nagyon szeretem, van, aki azt mondja, hogy nem trendi, meg ne hordjuk, meg mit tudom én, akkor az ne hordja. Nekem nagyon bejönnek, még úgy is, hogyha nem látszódnak ki a szoknya alól, tehát hogyha ilyen egész kis rövidkék, hogyha esetleg leülök, akkor keresztbe tudjam tenni úgy a lábam, hogy ne látszódjon ki a fenekem vagy a bugyim, szerintem tökre jó funkcionalitását tekintve teljesen jó viselet, és még ehhez a rucihoz is megy a Diának a táskája, ami már az én táskám, csak ő készítette nekem, meg hát ugye igyekeztem olyan fülit is fölvenni ma, mert ma ez volt nálam a városban, és ez a tatyom, és amúgy ő a ruha, hát mondjátok el erről is a véleményeteket. Ez is, mondom, mini, tehát nem mini ruha, de rövid, tért fölött érő, mivel ez ilyen egybe ruha, tehát egybe álló, nincsenek rajta elő gombok, ezért én szerintem így is simán hordható, viszont ha nagyobb lesz a pocakom, és még ennél is nagyobb lesz, mert még van összesen 15 hetem, kicsit kevesebb, akkor nyilván el kell majd hogyha szeretném hordani, és jól fog állni, vagy előnyös lesz, nem tudom, majd meglátjuk, akkor azért el kell majd az a kis short, ha hívjuk úgy, hogy csipkés, nem legging, mert az nem jó. Tehát ez a stretch short, ami nagyon rövid, és akkor mégis kicsit bátrabban tudok mászkálni, pipiskedni a lábaimmal, és ezt mindenképpen vagy egy balerina cipővel hordom majd, mert szerintem azzal nagyon cuki, ha bár abban nagyon... Én tudom a korlátaimat, meg hogy nézek ki, abban nagyon X lábam van, meg nagyon alacsonynak tűnök ilyen feszülős ruhába, hogyha nem magas sarkút húzok, de ha mondjuk egy platform szandival veszem föl, és emelek a magasságomon, akkor már egy kicsit kecsesebb minden. Úgyhogy meglátjuk, én amúgy sokan kérdeztétek, hány centi vagyok, én 169 és fél centi, tehát mondjuk, hogy 170 majdnem. Nem vagyok egy kicsi emberke, vagy egy alacsony, de nem is vagyok a legmagasabb, úgyhogy így szeretek azért variálni a feszülősebb ruhákhoz, jól áll a magasabb sarkú, de ezt szerintem sokatok észre is vette saját magán is, a testalkattól teljesen függetlenül. Úgyhogy ezek voltak a rucik. Mondom, menjetek fel a Green Drop Budapest oldalára, meg fogtok lepődni, hogy budapesti viszonylatokhoz képest milyen szuper jó árak vannak, milyen jó kis rucik, minden korosztálynak vannak, nem csak fiataloknak kedveznek, hanem idősebb korosztálynak való felsők is vannak, nadrágok is. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy mindenki megtalálja a hozzáillőt. Folyamatosan töltjük fel az újabbnál újabb árukészletet, úgyhogy érdemes velünk tartani. Én pedig most lezárom itt a videót, mert már be kell hívnom a gyerekeket az udvarról, kint játszanak. Este 7 óra elmúlt, úgyhogy köszönöm, hogy itt voltatok velem, köszönöm a figyelmet, be is csukom az ablakot, hogy ne zúgjanak itt az autók, meg már jön egy kicsikét a kezemre a hideg. Hétvégén, húsvétkor is szeretnék nektek tartalommal kedveskedni, most egy kicsikét több időm és több energiám is van mindenre, tudjátok, ilyen ez a második trimester. Aki még nem tapasztalta meg, ő is majd meg fogja tapasztalni. Ilyenkor azt hiszi az anyuka, hogy mindenhez szuper ereje van. És készülünk Joe-val egy live-ra is nektek. Megint fontos témákat fogunk feszegetni. Hogyha nem jön össze ez a sminkelős kérdez felelek, akkor az összes kérdést, ami Instagramon érkezett, akkor élőben fogjuk Joe-val megbeszélni veletek. Ami természetesen interaktív lesz megint csak. Szerintem nagyon sokat beszéltem.
gyorsan megvágom a videót, feltöltöm, és már nézhetitek is. Nagyon köszönöm, hogy ennyien itt vagytok már a csatornámon, óriási fejek vagytok, nagyon kedvesek vagytok, nagyon jó szívűek, jó hallani minden kedves szót tőletek. Érkezik egy pár negatív komment is, de hát kihez nem, meg dislike, meg minden, azzal én nem foglalkozok, megmondom őszintén, mert tudom, hogy az embernek saját magával van baja, amikor nem normális dolgokat ír a másik embernek, főleg úgy, hogy nincs alapja. Úgyhogy én csak a bíztató, bátorító szavakat figyelem, és nagyon is köszönöm nektek, mert tudom, hogy komolyan gondoljátok, tehát teljesen átjön az írásotokból érezni. Ezért is, és minden másért is, amit eddig itt tőletek kaptam, kívánok nektek nagyon szép napokat, és kívánom, hogy a húsvéti készülődés mindenkinek egy örömteli készülődés legyen, egy könnyű készülődés legyen, még könnyebb, mint tavaly volt, és ne terheljen meg túlságosan benneteket a sütifőzi, remélem engem sem fog, de szerintem nem fog, mert nagyon jó programokkal kedveskedünk majd a gyerekeknek a hétvégére, és oda is elviszünk benneteket. Úgyhogy legyen erről ennyi elég, mert egyelőre nem akarom lelőni a poént. Köszönöm sok puszi nektek, szép napokat, addig is, amíg nem találkozunk. Sziasztok!